Jó estét, tisztelettel köszöntöm Önöket, csütörtök este itt az Egyenes Beszédben, Rónai Egon vagyok. Két vendéggel, két elemzővel, vezető elemzőkkel, az IDEA Intézet kutatási igazgatójával és a Republikon vezető elemzőjével, Böcskei Balázssal és Mikesz Dániellel fogunk beszélgetni a következőkben. Én egy furcsasággal kezdeném, szerintem minden, amit a magyar járványügyi védekezésről tudni kell és érdemes, benne van egy helyzetben, amely helyzet nem más, mint hogy nem tudjuk, hogy mikor van hivatalosan a nyitás pillanata, mikor érjük el a 4 millió beoltott létszámát, illetve mikor jelenti be a miniszterelnök azt, hogy mostantól szabad a vásár, azaz minden, vagy majdnem minden korlátozást feloldanak. Na ehhez képest a Ferencváros szerda óta bizonyosságának tudatában jegyet árul a szombati Ferencváros Mezőkövesd bajnoki labdarúgó mérkőzésre, ahol nagyon sok embert, akár teltházat várnak, hiszen bajnokavatásra készülnek. Tehát valamit a Ferencvárosnál tudnak, amit hivatalosan nem tudnak a szállodások, a vendéglátósok, akiknek ugye most már belülre is be lehet majd engedniük az embereket, általában nem tudnak a vállalkozók. A foci azt tudja. Hogy van ez? Jó estét kívánok. Hát lehet, hogy inkább csak annyit tud a Ferencváros, hogy könnyű nekik a jegyvisszaváltó rendszerük. Tehát, hogyha esetleg bármilyen helyzet előáll, akkor ez a transfer ez vissza. Ennyi erővel viszont árulhatták volna az elmúlt hónapokban is. Hát majd erre most azért kisebb esély volt az elmúlt hónapokban, de pont a második kérdésben rejlő bizonytalanság az, hiszen senki nem látta ezeket a folyamatokat előre három vagy pár héttel ezelőtt, három hónap ezelőtt, hogy hol lesz ez az oltási arány, milyen ütemben és milyen dinamikával megy. Ezért én azokat az első elemzéseket, amelyek azt mondják, hogy az oltás és az átoltottság lesz a Fidesznek az új csodafegyver, amely a közvélemény kutatásokban vissza tud jönni, olyan téma, mint a migráció volt, vagy éppen a rezsicsökkentés. Én ettől óva inteném ezeket az előrelátásokat, az elemzőket is, hiszen a harmadik hullám után ugyanaz a kérdés lesz, miszerint hogyan rehabilitálódik, reorganizálódik a gazdaság, mi lesz a gazdasági növekedéssel, ami nyilván egy alacsonyabb bázisról indul, tehát lesz, mi lesz a munkahelyekkel, a munkanélküliség kérdése, az infláció, a hiány kérdésével. Tehát önmagában az oltás az nem egy olyan csodafegyver, egy koncentrált ellenzéki indulás esetén, mint például volt egy dezintegrált, fragmentált, szétesett ellenzéki indulás esetén a rezsicsökkentés. Uh-huh. Valóban ehhez csatlakoznék, hogy akkor mennyibe lehet egy ilyen csodafegyver az oltás. Az oltásban az érdekes, hogy ahogy erről már beszéltünk korábban, hogy a szkeptizmus az oltással kapcsolatban olyan választói csoportokban jelenik meg, amelyik inkább a Fidesznek a bázisát jelentheti, tehát hogy itt talán egyébként az az érdekes, hogy az oltás ellenes baloldal üzenet is kevésbé tud rezonálni az olyan választói csoportoknál, amelyikre a Fidesz inkább számíthat, hiszen lehet, hogy maguk is inkább ellenérzéseket táplálnak az oltással kapcsolatban. És ráadásul az oltás az nem fűzhető fel valamilyen ideológia, tehát az sokkal nehezebb beágyazni a nagy Fidesz elbeszélésbe. Nem véletlen egyébként, hogy ez a kelet-nyugat vakcina, hogy ez felmerül a Fidesznél, hiszen ez azzal, hogy akkor a keleti vakcina akár jobb is, mint a nyugati vakcina, abban már beágyasztható ez a történet. Önmagában pedig az oltásnak azért nincs egy ilyen ideológiai relevanciája. Hát egy szempontból talán lehet, hogy erre fel tudják fűzni a megmentettük az országot, megmentettük a nemzetet képletet, ami valószínűleg egy fontos üzenet, szemben azzal, ugye, hogy a baloldal végig az oltás pártján állt, illetve a vakcina pártján állt, bármi, oltás. Nem? A vírus pártján állt, már magam se tudom. Valaminek a pártján állt, ami nem volt jó. Szóval ez a lényeg. Tehát erre fel lehet fűzni egy éves kommunikációt, hogy meg vagytok mentve. Ugye a politika tudományban van egy ilyen vita, nem egy ilyen nagyon, csak a kutatókat érdekli senki más rajtuk kívül, hát hogy, hogyan mérhető a kormányzati teljesítmény. Mitől jó egy kormányzati teljesítmény, milyennek a hatásfoka, milyennek a minősége, és mikortól jó, és mikortól rossz. Ilyen értelemben az, hogy az oltást, az átoltottság, meg az oltásból fakadóan, ezt egyértelműen a kormánynak tudják be. Nyilvánvalóan a beszerzés igen, na, furcsa is lenne, nem a cselekvő intézni ezt. De ugye ne felejtsük el, hogy hogyan indult be ez az oltási dinamika, ez az ellenembereknek a fejében bent van még, nincs meg bent még. Ebből el tudnak ettől vonatkoztatni? Nem tudom. El tud az vonatkoztatni, akinek a családjában van egy beteg, van egy ellátás, a kórházi ellátás nem megfelelően a kapacitás kérdése miatt, meg nem kapó, hogy így a magyartalan fejezem ki, ismerős sokon, az hogyan interpretálok. Aki elveszítette a munkáját, elégséges neki arra, hogy az oltás kommunikáljak? És itt a Dani mondott, ez szerintem egy kulcs történet, hogy a Fidesznek az elmúlt meséi, a szabadságharc, a rezsicsökkentés, a nagy múltikkal ellen megint csak ugye a magyar szuverenitás kérdése, a migráció, magyar szuverenitás, magyar haza, magyar érdek, meg stb. Ez a történet ehhez képest, tényleg ráhegülök itt a Dánielre, hogy ez egy neutrális téma. És ott, amikor
akár még egyébként visszajött egy negyedik hullám, nem kívánom senkinek sem, vagy valezek az intézkedések hatásukat nem érik el még azt, amit egyébként a fegyelmezettség alapján elvárnánk, vagy a munkanélküliség nem változik, vagy a bérfejlesztések kompenzációja mindig nem elégséges, akkor az, hogy a kormány az alapvető szükségletét, miszerint egészségben tart bennünket, és az állam biztosítja az egészséghez való jogunkat, az lehet, hogy kevésnek bizonyul ám ahhoz, hogy a Fidesz visszajön ahhoz a támogatottsághoz, hogy ez egy ne szoros választás legyen. Az, hogy kelet-nyugat ellentétre hegyezi ki a vakcina kérdést is a kormány, azt valószínűleg most jól megtámogatja az Európai Unió azzal, hogy a keleti vakcinákat gyakorlatilag az vakcina útlevél körből kizárja, és ilyen módon kizárja a keleti vakcinákkal oltottakat az utazás lehetőségéből. Hát egy kicsit pontosítani, mert hogy nem automatikus a keleti vakcináknál, tehát dönthet úgy bármelyik ország, hogy elfogadja. Én úgy olvasom, de az Unió maga ezt nem támogatja. Hát nem automatikus, ilyen szempontból ez a zöld kártyának hívják talán ezt a igen, tehát levelet, kivételt kell tennie egy adott országnak arra, igen, hogy beengedjen kínai vagy orosz vakcinával oltottat. Hát valószínűleg ugye ez magyar emberek számára az Unió az elsősorban a mobilitásról szól. Tehát nagyon fontos számukra az, hogy a schengeni övezetben vagyunk. Ez egy szabadság, amihez hozzászoktunk, és nagyon sokan szeretik. Én azt gondolom, hogy abból látva egyébként, hogy Görögország beengedi azokat is, akik keleti vakcinával vannak beoltva, valószínű, hogy azok a célországok, ahol a magyarok járnak akár dolgozni, akár nyaralni, ők én azt gondolom, hogy ezt engedélyezni fogják. Jól felfogott érdekük. Igen, ez a saját érdekük, hogy ez így legyen, de valóban egyébként a Fidesz ezzel erősítheti azt, hogy akkor lám-lám Brüsszel ellen kell újra harcolni. Másik szempontból pedig azért, mert ez nagyon fontos a magyaroknak ez a mobilitás, ez lehet, hogy a visszájára sül, azt gondolják, hogy akkor minek kellett erőltetni a kínai vakcinát, hogyha lám nyugaton ezt nem fogják. Hiszen megmondták előre. Van Török Gábor politikai elemzőtől egy mondatunk. Szerintem jó mondat. 2022 a választás, az ellenzék nem tudja megnyerni, de a kormány azért el tudja veszteni. Ez egy látlelet, hogy egyetértetek-e vele, azt majd ti elmondjátok. Én olyan szempontból azért, tehát itt azért sokkal inkább cselekvőnek tűnik az ellenzék, elsősorban az előválasztás miatt, ez nem passzívan szemléli, nem az történik, mint 2018-ban, hogy civilek mondják azt, hogy akkor nézzük meg, hogy ki az esélyes közvéleménykutatásra, vagy bármilyen más módon, hanem itt most elsősorban azért a pártokon múlik az, hogy valami történjen az ellenzékkel, tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy aktívabb, nem csak a kormányon múlik az, hogy mi lesz a 22-es választás kimenettel, hanem az ellenzéken is. Nyilván a kutatások azt mutatják, hogy ez egy szoros választás lesz. És ugye a Török Gábor az interjúban is elmondja, mondjuk ez egy elemzői evidencia, hogy mit jelent egyébként a vidéki választókerületek versenye, nem összemérhető a budapesti helyzettel. De az előválasztástól az ellenzéknek nem csak azt kell szerintem várnia, hogy kialakul az ki a legesélyesebb jelölt, vagy a leginkább támogatottabb jelölt. Ez a minimál feladat, hogyha itt nincsen továbbra is ellenzéki támogatottság növekedés, akkor mai tudásunk szerint az ellenzék ismét elveszítheti ezt a választást. Látszott, hogy van egyfajta növekedés az ellenzéki oldalon, vagy éppenséggel a bizonytalanok számára növekedése a Fidesznek a kárára, tehát itt a Fidesz csökkent le az ellenzékhez az elmúlt időszakban, és nem az ellenzék nőtt fel a Fideszhez, tehát ilyen irányú ellentétes mozgások nincsenek. Nagy kérdés lesz, hogy majd Bot Péter Ákos el fog mondani két beszélgetéssel később, hogy a választási költségvetés, ami készül, az olyan elérje mondjuk azokat a célcsoportokat, ahol a Fidesz vissza tud növekedni, hogy így ezt a kifejezést használjam, úgy a bizonytalanokból, vagy az ő külső szavazóit aktivitása meg tudja erősíteni. Kik ezek a bizonytalanok, azt nagyon jól körül lehet határolni ma? Akikhez a Fidesz tud szólni akár osztogatással? A Republikai Intézetnek volt egy kutatása a bizonytalanokról. Úgy tűnik egyébként, hogy nincs egy ilyen kitüntetett társadalmi csoport, amelyikre körületén ők a bizonytalanok. Az látszik a bizonytalanoknak körülbelül, a mi mérésünk szerint egy olyan 30% a bizonytalanoknak az aránya. Ennek a fele az, aki megjelenne a választáson, tehát nem azt mondja, hogy egyáltalán nem érdekli a politika a választás, és ebből körülbelül olyan 15%, amelyik inkább egy Fidesz kormány szeretne, és ha jól emlékszem, 38 volt azoknak az aránya, akik egy ellenzéki, tehát ez nem egy ellenzék, hanem kormányváltást szeretnének. Ilyen szempontból az látszik, hogy a bizonytalanok között a Fidesznek is van tartaléka, hát azért kisebb, mint az ellenzéknek, de azért nehéz, amiről Balázs beszélt, egy választási költségvetéssel megcélozni őket, hiszen nincs egy olyan jól körülírható demográfia vagy szociológiai karakterük, amivel egy-egy intézkedéssel meg lehetne őket szólítani, mert mondjuk az látszik, hogy tegyük fel ők a nyugdíjasok, vagy a 24 év alatt.
diplomatia. Viszont mondtál egy nagyon fontos dolgot, és erre térjünk vissza egy pár mondat erejéig, azt, hogy nem feltétlenül ellenzéki választási győzelmet szeretnének, hanem egyszerűen kormányváltást szeretnének. Ehhez nyilván az kéne, hogy az az ellenzék, amelyik egyedül képes lehet erre a kormányváltásra, meg tudja őket győzni, hogy kormányképes. Erre az előválasztás, amitől az ellenzék a csodafegyvert reméli, elegendő lehet? Ez program alapú lesz ez az előválasztás. Itt vitákat fogunk látni, annyi vitát fogunk látni, amit egyébként elbírunk és szeretnénk, tehát azért nem minden egyéni választóközi vitát indokolt megtartani és kell megtartani. 2019. októberében úgy ment neki az ellenzék, hogy ez a kérdés ugyanígy felmerült, okkal felmerül egy választás esetén, és szerintem világosan tudták a felek, mondjuk amikor kialakult a Karácsony Gergely előtt, hogy ő mit akar Budapest főpolgármestereként megvalósítani. Ez az egyik állítás. A másik állítás pedig, amit a kérdésnek az első felében volt, hogy az, hogy a programokat mennyire dimenzionáljuk túl. Nincsenek ám olyan kutatások, amik azt mondanák, hogy az jól értesült választók döntenék el az egy-egy választókat. A választások érzelmi döntések inkább, többek nem? között, de maradjunk a informáltság kategóriánál, az átlagos vagy alulinformált választók, ezeket leíró jelleggel használom ezeket a kifejezéseket, döntik el a választásokat. Tehát a választások egy országban sem úgy teszi fel a választónak a kérdés, hogy kormányzóképes ez az ellenzék, én bizonytalan szó, hogy kormányzóképes, akkor erre, hanem egészen más szempontokat mérlegelnek, és valóban a protest hajlam, az mondjuk érdekes lesz, hogy mennyire tud 2019 októberhez hasonlóan megerősödni. Ha folytatódik a költekezés, jön a nyár, ez mindig veszélyes a Fidesznek, ugye itt jönnek a luxusnyaralások, a luxusfoglalások, a luxuserdők, a luxusberuházások, úgyhogy itt készül a kampány, hogy mennyire tudnak az éhesek, hogy is mondjam, Jakab Péter parafrazálva parizerekkel beírni. Egyet értesz? Mármint azzal, hogy a... Hát azzal, amit Balázs... Azzal a sok mindennel, amit Balázs mondott. Hát én azt gondolom ennek kapcsán, hogy tehát, hogy az, amit látunk, és ami most így a közszangod, most akkor az kormányzóképes vagy sem, itt úgy tűnik, hogy túlságosan kormányzóképes a Fidesz. Tehát én azt gondolom, hogy erre nincsen adatom, csak így egy kicsit szemlélve a közösségi médiát, hogy ez nagyon sokaknak kicsapta a biztosítékot, és láthatóan nem csak akár ellenzéki választóknál az, ami történt a vagyonkezelő közalapítványokkal. Tehát, hogy ez úgy tűnik, mintha a Fidesz nagyon is túlságosan belemenne a kormányzásba, és ez, én azt gondolom, hogy ez a tudnak kormányozni rendben maguknak. Tehát, hogy ez a fajta meggyőződés egy ilyen irányba is eltérhet. És ez hát azt gondolom, a protest szavazatokat erősíti. Pontosan, tehát, hogy én azt gondolom, hogy az önmagában nem lehet érv a kormányra való szavazásban, akkor tessék, ők 10 évig voltak. Inkább talán az ellentetje, hogy akkor legyen most valaki más. Mához egy évre már tudjuk, hogy mi a helyzet. Izgalmas évünk lesz. Köszönöm szépen a beszélgetést. Mi köszönjük.